Ja. Figyelj, tesó. Iratkozz fel, Weizsäcker a névja. Kövesd ezt a faszit, Weizsäcker a névja. Shoutout, hello, Weizsäcker a név. Weizsäcker a név, Weizsäcker a név. Iratkozz fel, Weizsäcker a név. Kövesd ezt a faszit, Weizsäcker a név. Shoutout, hello, Weizsäcker a név. Weizsäcker a név, Weizsäcker a név. Ja, kövesd. Shoutout, hello, tigrisek, Weizsäcker vagyok, és elkezdünk a következő videóban, milyen kis vlogolós, beszélgetős videó lesz. Itt van velem Rajci. Gondoltam, hogy mivel, jó, TikTokon amúgy csinálunk egy premier utáni live-ot, szóval azzal nem lesz para. De így gondoltam, hogy így podcastot akartam vele csinálni, csak még kurva hangos minden, ezért gondoltam, hogy videóformátumban csinálok egy ilyen kis... Itt már van $5. Kérdezősködős live-ocskát, vagy mi a fasz videócskát. Úgyhogy sok kérdésem nem lesz, de hogy így beszéljük át, hogy Rajci, milyen volt az első közös zenénken együtt dolgozni? Elég érdekes volt egyébként, mondjuk nem hittem volna, hogy ennyire gyorsan meg lesz, főleg a szövegírás része az nekem több időt vett el, ugye rengeteget kellett gondolkodnom, hogy na most akkor ez hogy legyen, miképpen legyen, aztán kimentem a Deákra, és akkor hirtelen megjött az ihlet, gyorsan megírtam. Igen, és azt tudni kell, hogy én 6-szor írtam át a legelső verze szöveget, már nem volt jó, úgyhogy csináltam gyors egy átírást, és jep. Aztán kerestem egy alapot, amire talán meg tudjuk csinálni, na az első alap a szörnyű volt, a második alap az már úgy elment, és akkor mondtam a Rajcinak, hogy a harmadik alap az tökéletes lesz, mert szerintem az jobb volt, mint az előző. Na be, ez amúgy is ezért után megy ki, szóval oly mindegy, hogy benne lesz-e vagy nem. Úgyhogy, yes. Azt néztem, hogy, hogy most lájkoltak, 43-an lájkoltak, 313-an tekintették meg eddig. Teljesen jó. A köbi van a tárban, most Rajcival ugye megcsináltuk a zenét. Az első közös dalunkat. Kedvenc zenénk lett, amúgy nagyon jó lett, nagyon fasza lett. És autotune nélkül éneklek, ezt azért hozzá kell tennem, hogy ahhoz képest tök jó lett, hogy autót. Tune nélkül nyomtam. Rajcinak meg alapból jó hangja van, tehát hogyha énekelnek, kurva jó hangja van. Mit lehet még tudni, hogy Rajcival még készül majd közös zene. Az év végéig biztos fixen lesz egy, mert jön majd hozzám, tehát fixen lesz egy közös zenénk még. Viszont, valamint hogy idén. Viszont nekem tervben van az, hogy jövőre, január, hát első, másodika, új év után, szilveszter, mindenki otthon van, mert be volt baszva 31-én, meg ilyenek, majdnem mindenki. Robbantunk egy nagyot, és az lesz az év elejé robbantás, mert ugye az Ádival zárjuk le az évet, Szádámkával zárjuk le az évet, méghozzá egy albummal, december 25-én, az lesz az évad záró zene. Vagy mi? Évad? Évzáró zene. Vágás! Szóval az lesz az évvágó zene. Évvágó zene, igen. Évvágó zene. Szóval az lesz az évvégi zene, amilyen nagy robbanás lesz egy album, az egy 100 cigi album. Az összes zene akkor jön ki ugyanabban az időpontban, tehát meg tudjátok hallgatni igazából, sorra tudjátok hallgatni őket. Illetve nekem november 3-án jön egy albumom még. Több album az évben nem lesz, én nem akarok ennyit dolgozni, be ezen, mert így is sokat dolgozom a zenéken. Nekem már kb. Ez a munkám amúgy. Tehát erre nem is úgy tekintek, mint... hogy szokták ezt mondani? Igen, Erre nem úgy tekintek, mint hobbi, hanem erre inkább úgy tekintek, mint munka, bár pénzt nem kapok belőle, de majd fogok. Szóval, és ebben biztos vagyok. Úgyhogy, igen, majd egyszer el fogom érni azt a szintet, amit itt a kilakik itt képvisel Magyarországon. Egyszer majd 10 év múlva. Hát, 5. Ja, 5-10. Ja, jól mondta Rajci, 5-10 év múlva nagyjából elérjük azt a szintet, amit akarunk. Rajci az valószínűleg előbb, de az biztos, hogy ha elérem azt a szintet, akkor ti, a barátaim, akik nézitek, meg asszonyom, illetve hát aki itt van mellettem, biztos, hogy fixen fönn vannak, fönt fognak mellettem állni a színpadon. Úgyhogy igen, a premierről azt kell tudni, hogy ez a videó premier után kerül ki, még a YouTube, mi faszom, még a TikTok live előtt, úgyhogy ja.
És igazából ennyit akartam csak elmondani. Ha szeretnétek még tartalmakat, esetleg közös tartalmakat Rajcival, ilyen vlogszerű dolgokat, akkor subscribe and like button. És ha szeretnétek még közös zenét, bár úgyis szeretnétek még közös zenét, mert Rajcival ki nem akarna közös zenét csinálni, és együtt kurva jól hangzunk, szerintem hallani fogjátok, akkor nyomassatok a videóra majd egy lájkot, és akkor a premier után ebben a videóban találkozunk, skacok. Ő az ábolás csak egy ilyen kis cucc videó. A következő zenéhez szerintem már Rajci telefonjába föl fogunk venni egy ilyen hogyan készült rész, meg hasonló dolgok. Majd aztán, ha sikeresebb leszek és jobb pénzt fogok keresni, akkor veszek egy gépet, egy kamerát, meg keresek egy vágót, aztán majd ő vágni fogja a videóimat, de most még egyelőre ilyen szar megoldás van telefonról, meg dolgok. Úgyhogy yes, of course. Úgyhogy, ja, ennyit akartam mondani. Rajci, valami még, ami esetleg olyan... Igazából hirtelen nem tudom semmi. Ja. Nagyon max az, hogy nagyjából a zenének a felvétele volt a legviccesebb, főleg azért, mert igazából a második felvételre lett tökéletes. Attól tekintsünk el, hogy... Az elsőnél konkrétan észrevettük a hibákat, és másodjára meg konkrétan azt hallgattuk, amit ugye már hallottatok is. Attól tekintsünk el, hogy beszédhibás vagyok, vagy mi a fasz, tehát, hogy... Enyhe beszédhibám volt benne, meg a rímek nem mindig úgy jöttek ide, az direkt van úgy a zenébe, tehát az... Enyhe beszédhiba belefér. Szóval, ja, ennyi igazából. A link lent lesz a leírásban az ő YouTube csatornájáról. A TikTokon úgyis megtaláljátok, mert sokszor jelölöm meg, és az én TikTokomat úgyis tudjátok. Úgyhogy, ja, ennyit akartam mondani. Iratkozzatok fel. Cat Collection néven van fent a YouTube-on. Kóstolós videókat szokott csinálni, bár mostanában mondjuk nem. Ja, és még egy jó hír, Rajcinak több zenéje lesz. Remélhetőleg. Ha valaki kérdezi, milyen alkalmazást csinálom a zenét esetleg, vagy bármi, az nyugodtan rám írhat Instagramon, illetve Facebookon, Messengeren is. És hogyha szeretnétek zenéket csinálni, akkor majd elmagyarázom nektek, hogy hogyan kell. Oké? Na, ennyit akartam csak még hozzáfűzni a dolgokhoz. Úgyhogy, ja, este 8, check your out, premiere, bár mondjuk ezt úgyis utána látjátok, még a TikTok live előtt, úgyhogy shoutout, hello tigrisek, béke veletek, peace. Figyelj, tesó, iratkozz fel, Weizsäcker a névja, kövesd ezt a faszit, Weizsäcker a névja, shoutout, hello, Weizsäcker a név, Weizsäcker a név, Weizsäcker a név, iratkozz fel, Weizsäcker a név, kövesd ezt a faszit, Weizsäcker a név, shoutout, hello, Weizsäcker a név, Weizsäcker a név, Weizsäcker a név, ja, kövesd.